Sziasztok! A mai videóban olyan lifehack-eket mutatunk be nektek, amelyek könnyebbé tehetik a mindennapjaitokat. Megismerkedhettek apró trükkökkel, praktikákkal, amelyekről ezidáig esetleg nem tudtatok. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, hogy legközelebb se maradjatok le a hasonló videókról. Na de akkor nézzük is azokat a lifehack-eket. Turmix gép tisztítása. A Turmix gép sok esetben jó barátunk lehet a konyhában, például egy finom gyümölcsösség készítésekor. A takarítása viszont már okozhat némi fejtörést, mivel először szét kell szedni, majd minden egyes elemet külön-külön kell elmosni. Létezik azonban egy módszer, amellyel rekordidő alatt végezhetünk. Használat után a Turmix gép tartáját töltsük meg forró vízzel, tegyünk bele egy csepp mosogatószert, helyezzük vissza a tetejét, és turmixoljunk néhány másodpercig, mintha a kedvenc reggeliségünket készítenénk. A végén öblítsük ki, és minden csillogni fog. Szőlőlé. A mozgalmas, zsúfolt hétköznapokban gyakran ránk törhet a stressz okozta fejfájás. Ekkor természetesen segítségünkre lehet egy fejfájás elleni tabletta, de ha ez esetleg nincs kéznél, akkor van más megoldás is. A legközelebbi boltban vásároljatok magatoknak egy szőlőitalt, mely kutatások szerint bizonyos típusú fejfájásokat képes legyőzni. Rágógumi. A rágógumi remek választás, ha friss leheletet szeretnénk, de emellett másban is segíthet. Hagyma szeletelés közben szinte elkerülhetetlenek a könycseppek. Legközelebb, ha hagymát szeleteltek, vegyetek be egy rágógumit, és intsetek búcsút a könycseppeknek. Teafilterek. A hideg, téli hónapokban a nap végén nagyon jól esik egy forró, finom tea. Emellett más esetben is segíthetnek rajtunk a teafilterek. Ha a cipőnkbe és a tornazsákunkba teafiltereket helyezünk, akkor azok elszívják a kellemetlen szagokat, és hosszabb ideig frissek maradhatnak. Hajcsat. Biztos veletek is sokszor előfordul, mikor fülhallgatón szeretnétek zenét hallgatni, hogy percekig tart kigobozni a gubancot. Hogy ez ne forduljon többet elő, használat után helyezzetek egy egyszerű hajcsatot a fülhallgatótokra, így ha legközelebb használni szeretnétek, akkor nem lesz vele gondotok. Szappan. Utazás folyamán gyakran nincs sok időnk a ruháinkat elmosni. Ilyenkor a kellemetlen szagok elkerülése érdekében érdemes egy kis szappant tenni a szennyes ruhák közé, amelyek nem csak hogy megakadályozzák a kellemetlen szagokat, de friss hatást is kölcsönöznek. Poharak. Veled is gyakran előfordul, hogy reggel olyan álmos vagy, hogy nem hallod meg az ébresztőd? Ha igen, akkor van számodra egy megoldásunk. De fekvés előtt helyezd a telefonod egy pohárba, így reggel, mikor megszólal az ébresztőd, az sokkal hangosabb lesz. Ennek segítségével legközelebb már nem késel el a munkából vagy az iskolából. Tojástartó doboz. Több órás laptop használat után a készülék könnyen felmelegedhet, mely hosszú távon nem tesz jót az eszköznek. Érdemes lehet beruházni egy hűtőpadba, de akár egy tojástartó doboz is képes elvégezni ezt a feladatot. Csupán annyi a dolgunk, hogy a tojástartó dobozt a laptop alá helyezzük, ezzel megakadályozva a gyors felmelegedést. Méhviasz. Az esős időszakokban gyakori probléma lehet, hogy véletlenül belelépünk egy tócsába és teljesen átázik a cipőnk. Ha a cipőtöket méhviasszal átkenegetitek, majd azt hajszárítóval megszárítjátok, akkor a cipőtök tökéletesen vízálló lesz. Fogkrém. Amennyiben a mobiltelefonotok kijelzője túl piszkos, esetleg valami anyag miatt ragadós, vagy csak egyszerűen tisztává szeretnétek varázsolni, akkor használjatok egy kis fogkrémet. Helyezzetek egy kis mennyiséget a kijelzőre, majd kenjétek szét egyenletesen, ügyelve, hogy a fogkrém ne jusson a gombok, a mikrofon, a hangszóró és más elemekre, kizárólag a képernyőre. Végül egy zsebkendővel tisztítsátok meg, és olyan lesz, mint az új. Ezzel a lista végére értünk. Ha tetszett a videó és szeretnétek hasonló lifehack-ekkel megismerkedni, akkor ezt jelezzétek nekünk egy komment vagy egy like formájában. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!